Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy melyik az a két szótanulási technika, amelyeket én a legideálisabbnak tartok 2020-ban. Nos, az első számú technikát úgy hívják, hogy Spaced Repetition System, amit magyarra nagyjából úgy lehetne lefordítani, hogy időközönkénti ismétlés rendszere. Na most tudom, ez nagyon bonyolultan hangzik, mit jelent ez? Lényegében azt jelenti, hogy amikor az elménk egy új fogalommal találkozik, legyen az egy kép, egy szó, bármi, teljesen mindegy, akkor egy bizonyos ideig ez a dolog a rövidtávú memóriánkba fészkel, azonban egy idő után sajnos kikerül onnan, és ezért elfelejtjük. Ahhoz, hogy ez ne történhessen meg, ahhoz állandóan, tulajdonképpen folyamatos időközönként ismétlésre van szükség. Ez az ismétlés, az időközönkénti ismétlés rendszere pedig előbb-utóbb meghozza a kívánt eredményt, az új szó átkerül a hosszú távú memóriánkba, és ideális esetben ott is marad. Nagyon jó példa erre mondjuk az Apple szó, valószínűleg mindenki tudja, hogy ez almát jelent, hiszen olyan sokszor találkoztál már ezzel a kifejezéssel, hogy nem esik ki a hosszú távú memóriádból. Lényegében ugye ezért van minden héten valamilyen szódolgozat az iskolában angolból. Azonban az a nagy kérdés, hogy mikor jön el az az idő pontosan, amikor át kellene ismételned az adott szót ahhoz, hogy ne felejtsd el. Ki tudja ezt pontosan meghatározni? Nos, a válasz az Anki nevű ingyenes tanulóprogram. Én személy szerint egy óriási rajongója vagyok ennek a programnak. Azt szeretném, hogyha minél többen használnátok ezt. Nagyon sok videóban beszéltem már róla részletesen, ezért ezt most nem fogom megismételni. A szótanulásról szóló playlistben minden információt megtalálsz. Tulajdonképpen annak, aki még nem ismeri ezt a programot, a lényege az, hogy az Anki figyeli és menedzseli helyettünk az egész szóismétlési folyamatot. Hátránya azonban az, és erről nem az Anki tehet, hiszen ez ugye egy tanulókártya program, hogy itt önállóan állnak a szavak, a levegőben vannak, és nem kontextusban, azaz szókörnyezetben szerepelnek. El is jutottunk a második számú technikánkhoz, ami a fast mapping, vagyis gyors feltérképezés technikája. Ez komolyabb szókincsel rendelkező tanulóknál működik hatékonyan. Lényegében azt jelenti, hogy ha elolvasol egy cikket, amiben egy, kettő vagy három új szó szerepel számodra, akkor ezek a szavak, mivel olyan kevés új szó van számodra a szövegben, szinte azonnal bekerülnek a hosszú távú memóriádba. Ehhez természetesen nagyon sokat kell olvasnod angol nyelven, például angol nyelvű Wikipédia szócikkeket. Én azt javaslom neked, hogy szintől függetlenül kombináld ezt a két technikát, annak érdekében, hogy minél több új szót sajátíts el, minél rövidebb idő alatt. Tehát amikor ülsz a buszon és mész az iskolába vagy a munkahelyedre, akkor pörgesd az Ankit. Amikor egy kicsit több időd van, például ebédszüneted van, akkor pedig olvasgass a hobbiddal kapcsolatos angol nyelvű szócikkeket a Wikipédián. Látványos fejlődést érhetsz el, hogyha kombinálod ezt a két technikát. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!